nem is úgy nem tovább az időt, hogy az első előadónk az Aszbolt János lesz, aki a Vigne intézetből érkezett, és a fizikai Nobel-díjról fogja beszélni. Szeretettel köszöntök mindenkit! Tehát az előadásom címét egy picit megváltoztattam, mert rajta ez egy nagyon jó kis gondolati számra fel lehet fűzni az idei fizikai Nobel-díjat. A topolikus fázisok három szintje, a 2016-os fizikai Nobel-díj, és én a Vigner Fizikai Tudatközpontnál a kvantumoptika és kvantuminformatika osztályán vagyok, úgyhogy ez a, mint azt látni fogjátok, a topolikus fázisok egyik érdekes felhasználása az pont a kvantuminformációhoz kötődik, úgyhogy ez viszonylag közel ütött be az érdeklődési területemhez. A fizikai Nobel-díjat három brit tudós kapta, és ezek a brit tudósok, ez Costelli, Stavlesz és Haldane. A Nobel-díj nem egyenlő arányban osztott meg közöttük, hanem egy-kettő Nobel-díjat kapott Stavlesz, és egy-nyelv Nobel-díjat Haldane. A díjnak az indoklása az a topologikus fázisok és fázis átalakulások elméleti felfedezése volt. Ez a munka, amiért ők a díjat kapták, ez a 70-es és 80-as években végezték, de maga ez a topologikus fázisok és fázis átalakulásoknak a valódi térnyelése a fizikában, az inkább a 2000-es évekre tehető, 2000-es évekre. Ők mind a hárman Nagy-Britanniában születtek, sőt a ketten Skóciában, és a három Nobel-díjas közül kettőnek a témavezetője is Nobel-díjas volt. Stavlesz a Cornell Egyetemen, Hans Bethe témavezetésével, Haldane pedig Cambridge-ben Phil Anderson témavezetésével végezte a PhD-ját. A kettőjük különböző módon dolgoztak együtt is, Costelli és Stavlesz és Haldane is, illetve egymásnak a munkára építettek. És ha már a brit tudósok szóba kerültek, akik gyakran szerepelnek fel az indexben, mint ilyen folytonos vicc, hogy a brit tudósok így meg így. A brit tudósok nagyon sikeresek. Ugye az idei három tudományos fizikai Nobel-díjjal együtt a Nagy-Britanniában a 10 millió főre eső Nobel-díjasok, tudományos Nobel-díjasoknak a száma, az 16. Ez kétszeresen a magyarországi átlagnak, ami 8 körül van. Magyarország is erősebb az Európai Unió átlagánál, ami a 7 körül van, de a Nagy-Britanniának a sikeressége akkor válik nyilvánvalóvá, hogyha más hasonlóan nagy országokkal hasonlítjuk össze, például Németországgal, ami 10 millió főre eső Nobel-díjas, tudományos Nobel-díjasnak büszkélkedik. De a legsikeresebb európai országok egyébként Svájc, Ausztria, ezek az Ausztria az a szomszédunk. De a régióból, hogyha eltekintünk Ausztriától, akkor a többi országhoz képest magasan kiemelkedünk. Ez a legalább ennyi mindenképpen igaz ebből a Magyarországon közszájon forgó mitoszból, hogy milyen sokan Nobel-díjasunk, hát tényleg viszonylag sokkal. Attól függ, mihez képest. Szóval a topolikus fázis átalakulásoknak három szintjét érdemes megkülönböztetni, és talán úgy lehet ezt elmondani, hogy a Costellihez kötődik a Costelli-Stavlesz átalakulás, amit itt, ezt nem tudom, hogy ki az, aki a hallgatóságból csinálja ezt a plankelést. Ez egy nagyon, nagyon hatékony gyakorlat, ami a mélyen fekvő izmokat erősíti, és a plankelésnek különböző változatai vannak, ami különböző nehézségűek. Úgyhogy itt a Costelli-Stavlesz átalakulás az olyan, mint a belépő szintű plank, hogy nehéz megcsinálni, de ad valami érdekes dolgokat. Aztán a Stavlesznek a 80-as évben végzett munkája, a kvantumos Hall-effektusnak a topológiának a feltárása, az már egy bonyolultabb plank. És végül a Haldane, aki topológusan rendezett kvantumrendszerekre nyitotta ki az ablakot, ez már egy egészen bonyolult plank, amiről én most viszonylag keveset fogok is mondani. Haldane munkájáról, magáról keveset, annak a mai folytatásáról annál többet igyekszem megmutatni. Szóval topológikus fázis átalakulások, és valószínűleg mind a két szó, topológikus fázis átalakulás is kis magyarázatra szorul. A topológia, az a matematika egy valami kis egér, amit mászkára nem. A matematikának ez egy ága, ami tulajdonképpen a folytonos egymásba alakíthatóságot veszi alapul. És a topológiai szempontból a strandlabda, meg a kocka, meg a piramis, az tulajdonképpen mind ugyanaz, mert hogyha a kockának kicsit belapogatom a sarkait, már egy strandlabdát kaptam, a piramist
egy kicsit benyomom felülről, meg kihúzogatom, akkor már van egy kocka, de egyik sem egyenlő topológiailag egy úszógumival. Ugyanis az úszógumi középen van egy ilyen nagy lyuk, ahhoz, hogy a strandlabdából úszógumit csináljak, ahhoz nem elég csak gyúrmalasztom, hanem ki is kell lukasztom egyszer középen. Viszont az úszógumi az egyenlő a teás bögrével, azon is van egy lyuk, viszont ez nem egyenlő a kétfülű teás bögrével, vagy tandem bögrével. Szóval a topológia az ilyen szintű matematikai leírását adja a világnak, egy nagyon leegyszerűsített kép, és hát nem is nagyon világos, hogy ennek mi köze lehet a fizikához. Mert fizikai szempontból nyilván ezek az objektumok elég mások. Igen, úgyhogy ki is hagytam egy ilyet. És topológiai fázis átalakulások. A fázis átalakulásokról van valami képünk még esetleg hétköznapi élményeinkből, hogy megolvad a jég, meg iskolában is tanultunk arról, hogy a jég megolvad, aztán a vízből gőz lesz, hogyha tovább melegítjük. A fizikusok sokszor ezeket a fázis átalakulásokat, ezeket rendeződésként értik meg. Például a kristályosodás, ez a olvadásnak a visszafordítása, az egy térbeli rendeződést jelent. A kis molekulák, amik térben össze-vissza mozognak, azok közül kialakul egy hosszú távú rend. Ha az anyagnak egy kis részén látom, hogy hol vannak a molekulák, meg tudom jósolni azt, hogy az anyagnak a távolabbi részén hol lesznek a molekulák. A mágneseződés, hogyha van egy mágnes, amit nagyon felmelegítek, akkor nem lesz mágnes tovább, de hogyha visszahűtöm, akkor megint mágneses lesz. Ez a mágnesnek az anyagában lévő kis spinetnek az irány szerinti rendezése. És ez adja a mágnességet. Illetve a szuprahelyzetőben valamilyen bonyolultan mélyebben fekvő rend az, ami kialakul, ezt ilyen mértékinvalencia sérüléseként is, mértékválasztásként is a leszokás írni. Ez a fajta küzdelem a rendeződés és az ő ellene küzdő hőmérséklet között, ez a Landau-féle elmélete a fázis átalakulásoknak, ez a Landau-ról egy fénykép, egy szovjet fizikus volt. Tehát azt mondjuk általában a fázis átalakulásokra, ez nagyon sokszor nagyon jó kép, hogy magas hőmérsékleten vannak valamilyen hőmérsékleti rezgések, azok szétvernek bármiféle struktúrát, ami lenne az anyagban. Tehát ilyenkor az számít, hogy az anyagban lévő entrópia az milyen nagyobb legyen. Alacsony hőmérsékleten ezzel szemben rendeződés alakul ki, és az energia az, ami minimalizálódik. Ez a kettőt együtt megfogja a szabad energiának a fogalma, amire még lehet, hogy középiskolából valaki emlékszik. Tehát az E az energia, az S az entrópia, a T pedig a hőmérséklet. Már is látszik az, hogyha a T nagyon nagy, akkor az S-et is érdemes nagynak választani, mert akkor lesz az F kicsi. A cél az, hogy a szabad energia legyen minimális. Ha a T az kicsi, akkor az E az, ami nagy szerepet visz. És a kettő között van egy fázis átalakulás, hogyha a magas hőmérsékletről jövünk lefele, akkor ez általában valamilyen spontán rendeződéssel jár, amit szoktak úgy is mondani a fizikában, hogy ez egy szimmetria sértés. Tehát, hogy a vízben egy picivel arrébb mozdítom a vizet, akkor ránézek a fényképre a molekulákról, ha lehetne ilyen fényképet csinálni, akkor nem venném észre a különbséget, de egy kristályos jégben már látszik, hogy egy picivel arrébb mentem, akkor nem ugyanaz a kristály. Tehát itt például sérült egy folytonos eltolási szimmetria. És akkor ehhez rögtön kapcsolódik a Costanzo-Stavros fázis átalakulás. Itt egy példai fázis átalakulás, ez egy számítógépes szimuláció, amit gyorsan összeírtam, kicsit elfedi a szöveget. Hát itt ugye most voltak a választások Amerikában, és van egy egyszerű modell a választásokra, hogy mindenki alapvetően úgy fog szavazni, ahogy a szomszédai szavaznak. Tehát vannak a kék, illetve a piros területek, ez mintha egy nagy lakótelep lenne, egymás mellett vannak szorosan a házak, és akkor melyik tömbnek a lakói kire szavaznak inkább. Hogy fent van egy ilyen kis csík, itt fent van egy kis csík, ami mozog, ez a hőmérséklet. Hogyha a hőmérséklet magas, akkor a lakók gyakran változtatják meg a véleményüket, és akkor kialakulnak ilyen területek, ahol hát gyorsan fluktuál az, hogy valaki Hillary-re vagy Trump-ra fog szavazni. Hogyha a hőmérséklet alacsony, akkor a lakók ritkán változtatják meg a véleményüket. Ez
ez a ilyen szavazós modell, ez az egy-egyben leképződik egy ilyen nagyon egyszerű modellre, a mágnesezettségre, amit úgy hívnak, hogy easy modell, és akkor ahelyett, hogy a piros meg a kék az a republikánus vagy demokrata szavazókat jelenteni, ahelyett a kis spineket, amik vagy egyik irányba, vagy másik irányba állnak. Kétféle spinbeállást nézünk, alacsony hőmérsékleten megtörténik, spontán, itt most le is állt a videó, alacsony hőmérsékleten megtörténik és spontán rendeződés, itt van egy nagy kék mágnesezettség kialakult, magas hőmérsékleten a hőmérsékleti fluktuációk ezt szétverik. És akkor volt egy mondás, ez a Manning-Wagner tétel, hogy ha a spin az nem csak így két diszkrét beállást között váltakozhat, hanem folytonosan tud forogni, akkor egyes két dimenzióban a hőmérséklet miatti rezgések azok szétverik a hosszú távú rendet. Tehát ez úgy tűnik, hogy ez egy akadémikus elméleti kérdés, hogy egyes két dimenzióban nincsen hosszú távú rend, hiszen mi háromdimenziós világban élünk. Kit érdekel, hogy egyes két dimenzióban mi van, de attól még egyes kétdimenziós rendszerek létezhetnek vékony rétegekként, például egy vékony réteg valamilyen szuperfolyékony anyag egy felszínen, vagy kétdimenziós elektrongáz, amit nem sokára látni fogunk. És akkor Kosztelic és Thales a 60-as évek végén, 70-es évek elején kezdtek el foglalkozni ezzel a problémával, ők az a meglátással léptek be itt erre a területre, hogy ha van egy ilyen hasonlóan az előző modellhez, hogy két dimenzióban vannak is mágneses spinek, de nem csak fel meg leállhatnak, folytosan tudnak forogni, akkor azok az objektumok, amikre érdemes figyelnünk, azok az örvények vagy vortexek. És itt hoztam egy példát egy vortexre, tehát van valamilyen középpontja a vortexnek, és mint látjátok, a spinek így körbe-körbe vannak beállva a vortex körül. Ez egy azért érdekes objektum, mert egy ilyen vortex, ez egy topológikus hiba, abban az értelemben, ahogy a gömb az egyenlő volt a kockával, nem volt egyenlő az úszóunkkal, ebben az értelemben, ha itt folytonosan próbáljuk átalakítgatni a spineket, akkor nem tudjuk kivasalni ezt a vortexet ebből az anyagból. Tehát a vortex az mindig egyben marad, lehet, hogy a spinek, hogyha nagyon távol vagyok egy vortextől, akkor nem tudom, hogy a vortex, tehát lokális mérések nem tudom detektálni, hogy ott van, de ha körbe megyek a vortex körül, akkor mindig le tudom olvasni azt, hogy egy ilyen csavarodási szám nem mutatja, hogy hány vortex van itt a vortex magja. Egyszer körbe megyek, látszik az ujjamat, egyszer így körbe kell a csavarodni. Megmutatja nekem, hogy egy vortex van. Ez egy anti-vortex konfiguráció. Itt, amikor egyszer körbe megyek, akkor a másik irányba fordul körbe az ujjam. Tehát egy körbemenésnél uramutató jelásával lehetőségben, vagy pozitív, vagy negatív irányba csavarodik körbe az ujjam, ez dönti el, hogy vortex van, anti-vortex van. És akkor látjuk, hogy egy vortexet spontán nem lehet kelteni, de egy vortex-anti-vortex pár minden gond nélkül széthúzható a semmiből, és ugyanúgy egymást tudják annihilálni is. Kicsit úgy, mint ahogy az elektron és a pozitron, vagy részeskék és antirészeskék, és tényleg ez a tulajdonképpen erre mutat rá az átalakulás, hogy az, hogy mit tekintünk részecskének, az nem is egy olyan nagyon kőbevésett fogalom. Fizikusok számára, hogyha meg akarnak érteni egy fázis átalakulást, akkor lehet, hogy el kell szakadni attól, hogy az egyes spineket hordozó részecskéket nézzük, és valamilyen távolabbról ránézve, ilyen nagy részecskékben érdemes gondolkodni, mint ahogy ezt tették Kosztelic és Thales. Megint egy kis szimuláció, amit én írtam ilyen személyetetésképpen, hogy alacsony hőmérsékleten valamilyen kezdeti konfigurációból beállnak valahogy a kis spinecskék, és akkor ha tovább, hogyha elkezdem növelni a hőmérsékletet, amit itt fent jelez ez a kis vonal megint, akkor valahol az egy tipikus értéknél elkezdenek ilyen vortex-antivortex párok képződni, ezeknek a vortexeknek, antivortexeknek a helyét azt könnyű megkeresni egy számítógépes algoritmussal, és akkor látszik, hogy magas hőmérsékleten nem csak, hogy ilyen párból sok tud képződni, hanem a vortexek, antivortexek eltávolodnak egymástól, és idő után már nem is lehet tudni, hogy melyik vortex, melyik antivortexel képződött egy párból. És van egy ilyen magas hőmérsékleti rendezetlen fázis, és van egy alacsony hőmérsékleti fázis, ahol hosszú távú, igazi hosszú távú rend nincs, de mégis
lassan lecsengő korrelációk vannak. Ez a Kosztoriszta az átalakításnak a szemléltetése. A Tahérás megvárni azt, hogy visszahűl a hőmérséket egy kicsit, és akkor a dinamika egy kicsit jobban befagy. De látszik, hogy megtörtént ez a vortex proliferációnak, és mondanak, hogy a vortexek elszakadnak egymástól, sokasodnak, de hogy hűtjük a hőmérsékletet, úgy elkezdik egymást megtalálni és páronként megsemmisülni. És akkor visszahűl az anyag, akkor látszik, hogy igen. Akkor látszik, hogy kezdetben majdnem minden spin egy irányba mutatott, amikor visszaütöm, akkor nincs ilyen egyszerű rend. Egész alacsony hőmérsékleten a szomszédos spinek azok próbálnak egy irányba beállni. Egy-két anyag hiba az, hogy ők ketten annihilálódnak, ők ketten közel vannak egymáshoz, feltehetően bevezzák majd egymást és annihilálódnak. És kialakul valamiféle rend, de nem egy igazi hosszú távon. Ez a Kosztoriszta lesz átalakítás, és akkor Kata, egy kis feladvány, hogy tovább megyünk, hogy mit gondoltok, hogy azt megbeszéltük, hogy akkor egyenlő topolikusan egy ilyen vortexet tud megtalálni, hogy körbenegyek, és megnézem, hogy az ujjam hogy forgunk. Ez alapján ez a vortex és a tükörképe, azok topologikusan egyenlőeket vagy sem. Adok egy 20 másodpercet, mindenki gondolkozzon el, és akinek van kedve utána tippelni, megszámoljuk, hogy ki az, aki azt mondja, hogy egyenlőek, ki az, aki azt mondja, hogy nem. Nyugodtan lehet beszélni a szomszéddal is. Ez egy kis fejtörő. Én mutogatnám az ujjamat, de kevés ilyen forgó ujjat látok, úgyhogy ez nem olyan jó nyelv. Jó, tehát akkor mondjuk kb. Lehet az idő, hiszen tovább kezdeni a sokára. Ki az, aki így gondolja, hogy a kettő az topologikusan egyenlő, egymásban folytonosan átalakítható. Egy kész, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz, tizenegy, tizenegy, tizenhárom, jó. Ki az, aki azt gondolja, hogy topologikusan különbözőek, nem egyenlőek egymással. Jó, viszonylag a többség. Na most ilyenkor elfelé az lenne a második lépés, hogy most mindenki forduljon a szomszédjához és győzze meg, hogy az ő válasza volt a helyes. De sajnos, sőszerre nincs időnk, mert még nem beszéltem a másik két Nobel-díjazottnak a munkájáról. Úgyhogy megmutatom a választ. A kettő egyenlő, a kettő egymásba egy ilyen spin forgatással átalakítható. Itt látjátok, hogy hogyha mindegy spint folytonosan forgatom, az egy folytonos átalakítás. Jó, és akkor kicsit fel kell gyorsítanom, úgyhogy előléptünk időben egy körülbelül 10 évet, 1980-ig, amikor Klaus von Klitzing végzett méréseket egy kétdimenziós elektrongázon. Azt mondtam, hogy ez ugye a valós világunk az háromdimenziós, de hogy kialakulhatnak ilyen effektív kétdimenziós gázok, például egy félvezetőnek a felszínén, kapó elektród a segítsége, az elektronokat kinyomjuk a felszínre, elektronok egy részét, és ez abban az értelemben valóban kétdimenziós mozgás, hogy az elektronoknak a felszínre merőleges mozgásának a gerjesztéséhez több energia kínál. Tök csak a felszín mentén fognak itt mozogni, és van egy nagyon jól bevett technika, ez a halmérés, ahhoz, hogy ilyen kétdimenziós anyagokat vizsgáljunk, hogy milyen effektív töltés van a töltéshozódók, stb. És amikor ezt végezte a pontvicén, de alacsony hőmérsékleten, nagy anyagtisztaság mellett, egy ilyen félvezetőnek a felszínén. Ez a fénykép, ez már egy későbbi ismétléséről származik ennek a kísérletnek, mert azóta ez a kísérlet egy bevett metrológiai kísérlet lett, ez a francia kormánynak a Laboratoire National de Métrologie et PC laboratóriumából. Szóval azt tapasztaltam, hogy szemben azzal, amit a klasszikus elmélet jósol, hogy, ja, azt nem mondtam, hogy erős mágneses tér van bekapcsolva, de áramot hajtunk keresztül egy kétdimenziós mintán, mérjük a minta mentén, illetve keresztben fellépő feszültségeket, de erős mágneses tér van bekapcsolva a mintán erőlegesen. Az erős mágneses tér a mintán elfúrva elektronokat el akarja téríteni, de kialakul egy állandó állapot, ahol
egyenletesen folyik az áramlat itán keresztül, ez csak úgy tud kialakulni, hogyha az eltérített elektronoknak az elektromos tere, az visszanyomja az elektronokat, nem hagyja eltérni, és ezért felül keresztirányú feszültség. Ez a feszültség arányos kéne legyen a mágneses térre, és ehelyett látta a funkciója azt, hogy kis terekes tér arányosságot, de aztán mint hogyha beállt volna olyan platókra, fensíkokra feszültség. Ezeknek az értéke, az meglepően stabil volt, 9 jegypontossággal stabil, pontosabb, mint olyan pontossággal, de az elnálást tudom érni. És nem csak, hogy egy minta esetén mintára ugyanaz a szám jelentkezett, hogyha azt elnálásba számoltál, bocsánat, hallán elnálásba. És akkor ez a jelenség nagyon úgy néz ki, mint egy fázis átalakulás, mint hogyha valaminek a függvényében lennének ilyen átalakulások, ami stabil állapotok között. De ha ez fázis átalakulás lenne, akkor itt a hőmérséklet állna, itt nem a hőmérséklet van most, hanem más tér. Alacsony hőmérsékleten vagyunk. Ezt élállapotokkal lehet megérteni, de a Thalesnek a hozzájárulására térve, Thales azt mutatta meg 1982-ben, Komoton Eitinger és Dan Nelson nevű barátaival, hogy emögött a kvantumos halvezetőképesség mögött, az élesen kvantált mennyiség mögött. Egy topologikus invariáns van, hasonlóan ahhoz, hogy hány lyuk van a úszógumin vagy a bögrén, hasonlóan ahhoz, itt az anyag, nem arról kell beszélni, hogy az anyagban hol vannak vortexek, mint hogy a Costellis-Thales átalakulásnál, hanem az anyagnak a leírását nem valós térben, hanem impulzus térben végezzük el, akkor az anyag akkor egy ilyen, hát egy úszógumira képezzük le, itt a két irányban a két impulzus komponensre, és ott keresünk ilyen kis szőr mókokat. Skorpionokat, de hát ezek ilyen topologikus anyaghibák. Itt arra gondoltunk, hogy van egy szőnyeg, mindegy szőrszál pillanat lefele mutatnak, középen fölfele, és folytonosan simul le a szőrszál, és akkor ez egy topologikus anyaghiba, ezeknek a száma. Thales később adott egy ilyen egyszerű, tehát szemléletes képet is. Jó, és akkor részesen fogy az időm, úgyhogy azért tekerek át a diákon. És Haldénról még nem is beszéltem. Haldénnek a Thales munkájához szorosan kötődő része, az egy 1988-as elméleti cikke, ahol azt mondta, hogy jó, van ez a szép Thales munka, arról, hogy a kvantum-Hall effektus mögött van egy topologikus invariáns, egy topologikus kép, azonosság, de hogy akkor tulajdonképpen a mágneses tér a fontos, vagy ezek a topologikus hibák. És konstruált egy elméleti modellt, ő még így mentegetőzött, azt mondta, hogy the honeycomb net model 2D graphite. De ma már ezt máshogy mondanánk. Nem azt mondanánk, hogy honeycomb net 2D graphite, hanem hogy hívnánk a kétdimenziós grafitot. Már azt mondanánk, hogy grafén. Ez egyik sztár anyag volt a Nobel-díjat, és kapott a 2000-es évek után. Szóval azt tudta meg, hogy a grafénnek a leírásában, hogyha az elektronoknak megengedjük, hogy másodszemszögök között is ugráljanak, de a komplex amplitudokkal, akkor megjelenik a kvantum-Hall effektus. Tehát nem mutatta azt, hogy ez a topológia az... Igen. Az... egy általánosabb módon is megjelenik, ebből nőtt ki a topolikus szigetelőknek a területe, itt csak egy hamis színes pásztázó elektromikroszkópos fénykép Delftből. És akkor a Haldén munkának a bonyolultabb részéből pedig kinőtt egy újfajta megközelítés ahhoz, hogy tároljunk, illetve manipuláljunk kvantum információt, amire épülnek most a legígéletesebb kvantum számítógép prototípusok. Ez a úgynevezett surface code, ez a topologikus rendet kihasználó kódolása a kvantum információnak, ez megengedi azt, hogy 1% rátával, hibarátával is tudjunk működtetni kvantum számítógépet. Ez egy valódi felvétel, a Martinis kutatócsoportjában készült, akiket a Google megvett egyébben, és ő finanszírozza őket, 2015-ben készült a fénykép, akkor 9 kvantumitet tudtak egymás mellé tenni. Ezzel a módszerrel ahhoz, hogy egy logikai kvantumbitet ábrázoljunk, az olyan körülbelül 1000 kvantumbit kell, attól még távol vannak, de az első lépéseket megtették, és maga Martinis lenne lelkes. A versenytársaik az IBM-nél már kétdimenziós struktúrában 2x2 qubittel dolgoznak. Ugyanez a
Surface Code ez más architektúra, más hardware és ráütőtető. Európa, ugye ez mind a kettő amerikai csoport, az európai kutatócsoportok kicsit vannak maradva a kvantum számítógép építésben, de most indul talán egy 1 milliárd eurós Quantum Technologies flagship, és talán azzal beírjuk az amerikaiakat. Mindenesetre ez, mint ahogy itt is látszik, ez nem csak egyetemi pénzből megy ez a kutatás, hanem a Microsoft a topológikus kvantum számítógép elméleti fejlesztésének az egyik nagy szponzora, az ő csoportjuk a Station Q, az világszinten vezető. A IBM, a Google, illetve az Intel is jelen van, aki a Delft-nek egy erős szponzora. És akkor időn már túl is léptem, úgyhogy csak egy gyors összegzés, hogy a 2016-os Nobel-díj az azért járt, hogy kinyitották az ablakot, úgymond, ez a három kutató a 70-es, 80-as években, arra, hogy a topológiát érdemes behozni a széltest fizikában. Olyan fázisok és fázisátalakulások vannak, amiket nem lehet leírni a hagyományos Landau-elmélettel, nem csak ilyen topológikus módon, ezt láttuk, és ez talán a három dolog közül a legegyszerűbb volt. A második a topológikus szigetelők, ahol a kvantumaleffektus mögött lévő topológia indította meg ezt az irányt, és végül is ez egy ígéretes útnak tűnik a kvantum számítógép felé. Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket, és szívesen hallom a kérdéseket.